December 1-én, advent első vasárnapján, hosszú hónapok után ismét a templomba várták a híveket Nyíregyháza Borbányán. Az épület felújítása ugyanis még februárban kezdődött, és csak múlt héten ért véget. Addig a görög katolikusok a borbányai művelődési házban tartották a szent liturgiákat, a római miséknek pedig a lelkipásztori intézet kápolnája biztosított helyszínt. A templomot még 1983-ban Csépányi Ferenc, Nyíregyháza akkori plébánosa építette, 1997-ben kívülről, majd 1999-ben belülről is felújították. Az épület arculatát a modern stílus jellemzi, így az idei korszerűsítést is ehhez igazították. A tető szerkezete volt olyan rossz állapotban, hogy sok helyen, sok ponton befolyt az esővíz, az oltárra is csepegett időnként, tehát ez így nagyon nehéz volt, és nagyon lehangoló látvány volt. Tehát ez volt az elsőleges elme, és utána a fűtés, korszerűsítésével legalábbis a komfortérzet a téli időben is jó legyen. Akkor ehhez jöttek a nyílászárók, a fűtési átalakítás mellett, akkor a festés, akkor elavultak a keresztúti képek, akkor a szentélynek az eredeti kialakítása is már feltételezte, hogy egy kicsit ilyen modern jegyeket próbáljunk, vagy legalábbis olyan elemeket találjunk, ami egyszerű, ilyen letisztult forma, de mégis a mai kornak a követelményeit, vagy az igényeit is úgy kielégíti. A vasárnapi ünnepi szent misén Palánki Ferenc, Debrecen nyíregyházi megyés püspök újjászentelte a felújított templomot. A beruházást különböző forrásokból, összesen több mint 100 millió forintból finanszírozták. Nagyobb és tetemesebb összeget az egyházmegye, így a püspök úrnak a nagyvonalúsága, amit most így megköszönök, amiből valóban ezt a nagy mérvű felújítást el tudtuk végezni. Az emberi erőforrások minisztériumából kaptunk egy jelentős összeget, amivel hozzájárultunk, illetve a hívek adománya. Tehát így ezekből az összegekből vagy forrásokból állt össze a teljes összkép. A szentmise végén megköszönték a kivitelezők és a hívek segítségét is, valamint Mihálka György festőművész munkáját. Neki köszönhetően megújultak a keresztúti stációk képei, valamint az oltár fölötti Szent László freskót is ő festette.